Ugorj a képbe! Az emberek többsége szereti az állatokat. A képeken gyakran szimbolikus jelentést hordoznak. Vannak festők, akik számára annyira sokat jelentenek, hogy szinte egész életükben állatokat festettek. A 20. század elején Münchenben élt az a festő, aki a 10-es években szinte kizárólag házi állatokat, illetve vadállatokat festett a képeire. Franz Marc, német expresszionista festő, Álmodó ló című művéről fogok most beszélni. Ezt a festményt 1913-ban készítette vegyes technikával, van benne vízfesték, akvarell, guás, ami egy kicsit hasonlít a temperára, de toll és grafit rajz is található a képen, ami nem túl nagy méretű, mindössze 40x47 cm-es és egy papír darabra készült. Egy fekvő csődört látunk, a feje felől nézve erős rövidülésben, a szeme csukva van, és egy zöld sugár ér le hozzá. A ló formája leegyszerűsített, tehát a festő egy kicsit stilizálta a jól ismert ló figurát, és a kék színt használta, tudjuk, hogy nincsenek kék lovak, ő mégis ezzel a színnel próbálta kifejezni, hogy számára ez az állat a tisztaságot, a spiritualitást, illetve a férfias jelleget testesíti meg. Ez a kép a művésznek a béke és a nyugalom iránti vágyát is kifejezi. A zöld sugár, mintha az éggel kötné össze a lovat, és olyan, mintha ez lenne az álma, illetve gondolhatunk a holdsugárra is, annak a titokzatos éjszakai fényére. A környezetet csak jelzésszerűen ábrázolja, mint hogyha növények, bokrok, fák lennének körülötte, illetve mögötte van egy másik ló. A szelídség, az egyszerűség és a tisztaság árad mind a két állatról. Franz Marc gyakran festett kék lovakat. Volt, hogy csak szelíden ácsorgott ez az állat, volt, hogy hevesen ugrándozott, akár nyerített is. Itt például a jobb oldali képen, mintha egy ágaskodó lónak a mozgás fázisait látnánk. Vagy békésen legelésznek a tájban, és a táj színei is igencsak felfokozottak. Éles szögeket és egyenes vonalakat használ, nagyon pontosak ezek a határvonalak, és számos geometrikus formát is látunk a képen. A kéken kívül a rózsaszínes, piros szín, illetve a fekete szerepel. Az akvarell festék a színeket eléggé meglágyítja, és itt is ilyen könnyed, áttetsző ez a színezés, egy kicsit álomszerű maga a színvilág. Franz Marc Münchenben született, az édesapja tájképfestő volt, ő azonban eleinte teológiát, majd filozófiát tanult, és végül 1900-ban, tehát 20 évesen döntött a művészpálya mellett, ekkor 2 évet a Müncheni Művészeti Akadémián tanult.
A művészet számára egy új közösség megteremtésének az eszköze is volt, és az volt a célja, hogy a dolgok belső valóságát fejezze ki. Nagyon erős volt benne a vallásos szellem és a képzelőerő. Utazásai során számos hatás érte, 1906-ban például Görögországban járt, Thesszalonikibe és az Athosz hegyre is eljutott, 1907-ben pedig Párizsba utazott, itt az impressionizmus, Van Gogh, Matisse és a fóvizmus, illetve a kubizmus is hatott rá. 1910-ben találkozott August Macquéval, akivel jó barátok is lettek, és végül aztán 1911-ben ismerkedett meg Kandinszkijjal, és ők hárman voltak az alapító tagjai a Blaue Reiter kéklovas csoportnak. Franz Marcnak fennmaradt egy olyan kijelentése, miszerint állatokat festek, mert azok felébresztik bennem az egyetemes jóság érzését. És ehhez hozzátette még, hogy ezt az istentelen emberek már nem tudják megtenni. Gyakran küzdött egyébként depresszióval, voltak ilyen hullámvölgyei, és valószínűleg az állatábrázolás, amikor a tájban helyezi el ezeket az alakokat, és egy organikus, kozmikus, ritmusú, expresszív egységben ábrázolja az állatot és a tájat, ez nyilván egyfajta vigasztalás is volt az ő számára, mert a világnak a harmóniáját tudta ez meg kifejezni. A Blaue Reiter, vagy kék lovas müncheni művészeti csoport erről a Kandinszki képről kapta nevét. A Kandinszki videóban beszélek már egy picit erről, úgyhogy itt most csak annyit mondok gyorsan el, hogy ők szerettek volna visszatérni a kezdetekhez, a művészet primitívebb formáihoz, hajlottak a miszticizmusra, illetve a romantizáló világlátásra, és alapvetően a természet és a mindenség iránt érdeklődtek. Franz Marc számára a kiteljesedés kora volt ez a néhány év, amit a Blaue Reiterben eltöltött. Itt barátokra talált, inspirációra, rengeteg képet festett, sőt egészen az absztrakcióig is eljutott. Sajnos nem tartott ez nagyon sokáig, hiszen 1914-ben kitört az első világháború, ekkor Franz Marcot azonnal behívták, és 1916-ban a Verdöni csatánál halt meg. Lovakat egyébként hosszú ideig csak harci jelenetekben vagy hadvezérek feneke alatt festettek, és általában a vérmes szilaj természetüket emelték ki. Franz Marckal teljesen megváltozik a ló megjelenítése. Az ember világa, személyisége, kultúrája csodálatos és rendkívül gazdag, azonban időnként annyira bonyolult, hogy néha már mi magunk is fárasztónak tartjuk. Talán részben ezért vonzódunk az állatokhoz, mert szívesen pihentetjük a tekintetünket olyan lényeken, akiknek az élete sokkal egyszerűbb, természetesebb, tisztább. Mivel ezek az értékek az ember számára is spirituálisan fontosak, az egyszerűség és a tisztaság, így vágyunk rá, és én azt hiszem, hogy ebben a képben Franz Marc is ezt a vágyát fejezte ki. Amikor ránézünk erre a képre, eszünkbe juthat
a teremtés végtelen változatossága és tökéletessége, a béke érzése, amit akkor élünk át, amikor minden a helyén van, az állatokban lakozó szelídség és nemesség, amit természetesen az ember is megpróbál elérni. Nem tudjuk, miről álmodik ez a kék ló, de mintha egyenesen az éggel állna összeköttetésben. Ahogy ránézünk erre a képre, vigasztalóan egyszerűnek tűnik minden. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Iratkozz fel, kövesd a csatornát, és nézd meg, hát ha van még a régi videók között olyan, amit még nem láttál.